Hello, sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és a Laptop Szalon jó voltából sikerült szereznem egy Gamedias Hermes E2 nevezetű billentyűzetet. Ezt fogjuk most letesztelni, illetve meg fogjuk nézni, hogy tulajdonképpen mire is képes ez a billentyűzet. Az az igazság, hogy túl sok profi tesztet nem nagyon találtam róla így az interneten, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy mi leszünk az elsők, aki ezt a billentyűzetet fogja letesztelni, mert nyilvánvalóan nem, sőt még a másodikok sem. Viszont igyekszünk róla valami olyan tesztet bonyolítani itt az internet bugyraiba, amit hát sokan fogtok remélem tudni majd használni, illetve hasznosítani, ha esetleg ilyen billentyűzetben gondolkoztok, mint ez a Hermes E2. Leírásból is elég necces az internet, úgyhogy találtam egy tök jó kis oldalt, ahol tulajdonképpen le vannak írva a különböző specifikációi, mert hát most itt, ha ránézek a dobozra, hát van itt egy-két dolog itt felsorolva, hogy mit tudom én, ez egy 7 színű, 87 gombos billentyűzet, ami egyébként magyar kiosztású, viszont a képen angol a kiosztása. Nem kell rajta megijedni, vagy nem kell beparázni, kinyitjátok, és elméletileg magyar billentyűzet lesz. Ez még nekem is úgy megmondom, hogy nem nyitottam még ki. A meglepetés az biztos, hogy őszinte lesz. Amit erről a billentyűzetről érdemes tudni, hogy mechanikus billentyűzet, ami azt gondolom, hogy manapság a gamer világban nagyon-nagyon fontos, sőt tulajdonképpen elengedhetetlen is. Nagyon sokszor szembesülünk azokkal a problémákkal. Én most egyébként pont egy nem mechanikus billentyűzettel játszom. Igazából van mechanikus billentyűzetem, de most pont nem azt használom. A lényeg az, hogy nagyon sokszor belefutok abba a problémába, hogy mondjuk egyszerre több gombot nem tud érzékelni, vagy mondjuk maximum 2-3-at. Na most, ha még megnyomod a futás gombot, megnyomod mondjuk a nem tudom, a fegyverváltás gombot, az 2, és akkor még előre még nem is mentél, az 3. Nem mindegyik tudja kezelni. Most ezek a mechanikus billentyűzetek, ezek már bőven-bőven kezelik, azt hiszem, nem tudom, most nem akarok butaságot mondani, de 30-40 egyidejű billentyű lenyomás biztos, hogy simán fel fognak tudni dolgozni, annyit meg alapból nem nyomsz le. Tehát, hogyha alapból le tudsz nyomni mondjuk 3-4 billentyűzet gombot egyszerre, és azt akarod, hogy csinálja is meg, akkor arra bőven-bőven jó. Ennél azt gondolom, hogy egy általános vagy egy gaming viszonylatban nem kell több. A színét tekintve 7 színű billentyűzet, nem tudom megmondani jelen pillanatban, hogy milyen színű, meg fogjuk majd nézni, amint kibontottuk. És egy pár dolgot innen elolvasok, mert találtam egy tök jó kis oldalt, amit említettem. Ugye a Gamedias által hitelesített mechanikus kapcsolók úgy lettek tervezve, hogy gyors játékelérést és 50 millió billentyű leütést biztosítanak a hosszú távú élettartam érdekében. Na most azért 50 millió billentyűzet nyomás, az nagyon-nagyon sok, ennek szerintem a felét bírják, vagy talán a negyedét bírják a normális billentyűzetek, nyilván ebből is van kivétel. A kidolgozása elméletileg fémből van, hát nem, nyissuk ki, én azt mondom, és lássuk meg, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Egy tök igényes csomagolásban van berakva, mint általában bármelyik billentyűzet, van benne egy doboz, és hát le van takarva egy ilyen cuccal. Hát nem bonyolítják túl, de azt gondolom, hogy billentyűzetet nem is kell túl bonyolítani, hát most miért? Tehát nem kell oda díszdoboz, nem kell hozzá driver, nem kell hozzá semmi extra, van egy dobozod, ahol tulajdonképpen ugye marketingből le van írva nagyon-nagyon sok mindent, és akkor benne van a lényeg egy billentyűzet. Na most ezt gyorsan kibontom, hoppá! Aha! Na ez érdekes, ez egyből feltűnik most nekem, srácok. Így néz ki a billentyűzet maga, nem tudom, hogy kinek tűnt fel valami. Várok. A mérete. Segítek. Ugyanis most, hát van most itt egy billentyűzet, megpróbálom letakarni a márkáját. Hát nem tudom, hogy mennyire látszik, mindegy, kicsi. Jóval kisebb, mint egyébként az én átlagos billentyűzetem, és hát megnyugodhatunk, ha jól látom, ugye? Jól látom, most kicsit fölfele is kell néznem, hogy lássuk, hogy mit csináljak, vagy mit csinálok. Ugye itt vannak az ékezetes billentyűzetek, tehát a kiosztása az magyar. Telefon. Ilyen ez a videófelvétel. Szóval, a kiosztásait láthatjuk, hogy magyar, tehát megnyugodhatunk arról, hogy mondjuk a képnél ugye angol billentyűzet kiosztás volt rakva, viszont hogyha kibontod, akkor természetesen magyar lesz. És ami még nagyon-nagyon feltűnik a méretén kívül, hogy hát fémes. Fémes, és nem csak a hatása fémes, hanem szerintem ez itt, hát nem tudom. Nem tudom megmondani, srácok, hogy pontosan milyen anyag, vagy valami nagyon durván kemény műanyag, vagy valami fémszerű dolog. Nagyon-nagyon jó.
Eléggé strapabírónak tűnik. Egyébként hozzáteszem, az ára is nagyon durva. Nézzétek majd meg, baromi olcsó. Tehát ahhoz képest, hogy mechanikus billentyűzetről beszélünk, az én mechanikus billentyűzetem az egy 50-60 ezer forintos kategória. Na most ez egy mondjuk egy 13-15 ezer forintos kategória árban, és nem tud sokkal többet az én billentyűzetem ennél. Annyi igazából, hogy nem tudom, én nem 7 színben világít, hanem 50 színben, vagy 100 színben, vagy unlimited színben, teljesen mindegy. De hogy azért, tehát hogyha most kéne egyébként billentyűzetet választanom, már pedig egyébként lehet, hogy ezt meg fogom tartani, vagy valahogy elkúgyizom, mert most éppen én is billentyűzet néző vagyok. Na mindegy, visszatérve a magára a billentyűzetre, hogy nagyon-nagyon jó árkategóriában van mechanikus billentyűzetként. Na nézzük, most gondolkoztam azon, hogy hogy tudjak bemutatni, vagy hogy tudok egyáltalán bemutatni egy billentyűzetet. Focus please. És arra az elhatározásra jutottam, hogy az a legegyszerűbb módja, hogyha kipróbáljuk és megnézzük, bedugom és meg gyakorlatilag játszunk egy kicsit vele és használni fogjuk. A billentyű egyébként teljesen jó, tehát a szokásos ugye egy kicsit erősebb hangzása van a mechanikus billentyűzeteknek, ez itt is jelen van, illetve hát nem tudom, most leszedek egy gombot. Ugye a szokásos, hát igen, nem tudom, hogy mennyire látszik, hát nem nagyon. De valamennyire azért igen, ugye a szokásos mechanikus gomb az itt is jelen van. Na, hát srácok, én azt gondolom, hogy megpróbálom úgy csinálni, hogy egyik kamerát azt majd le fogjuk ide tenni a billentyűzetre, és hát akkor élesben meg fogjuk nézni, hogy ez a billentyűzet tulajdonképpen mit is tud. Nézzük! Na, hát itt vagyunk, srácok! Úgyhogy megnézzük működés közben. Ami egyébként feltűnt így rögtön előszörre, az az, hogy a Windows gomb átkerült a bal oldalról a jobb oldalra. És a másik olyan dolog, hogy nagyon-nagyon jól el tudom érni a gombokat. Eléggé kivannak, hát nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, kiállnak a gombok. Tehát nem kell olyan túl nagy csukló mozdulatot, vagy új mozdulatot tennem, hogy különböző gombokat elérjek, de hát az általában a mechanikus billentyűzeteknél így van, sokkal magasabbak a gombjaik, legalábbis nekem úgy tűnnek, mint hogyha magasabbak lennének, és könnyebben el lehetne őket érni. A másik dolog pedig az, hogy nem kell őket annyira lenyomni. És már is érződik az, hogy csinálja, amit éppenséggel mondasz neki, lenyomod a F1-et, vagy az 1-et, a 2-t, és egyből vált. Nem kell nagyon-nagyon erősen lenyomni. Arra leszek majd kíváncsi, hogy mennyi idő lesz, mire megszokom ezt a billentyűzetet. Mert azért nagyon-nagyon sok billentyűzetnél van az, hogy nem ugyanaz. Mások a nyúlás, máshogy áll a gomb, más erősséggel kell lenyomni, de eddig egyelőre így nincs túlságosan nagy gondom vele. Van egy taktikálunk, ami mondjuk nekünk nem lesz rossz, főleg, hogy van mellé egy minigunk is. Hát összességében azt, hogy Jaj, azt hittem esett a loot, mondom ilyenkor. Összességében, hogyha szerencsénk van, akkor nem jött ide senki. Nyugodtan tudunk lootolni, hogyha nincsen szerencsénk, akkor meg harcolnunk kell már most kevés fával, egy taktikásotival. Bandázsunk az van. Hopp, ott egy pump is, az viszont így már nem olyan rossz buli. Ez így már azért nem olyan rossz. Alakulunk. Mondjuk jobb lett volna, hogy egy kék pumpot találok, de még így se rossz. Fönt a láda. Itt is egy taktikál. Hoppá, van egy nagy shieldünk. Hát remélem, hogy tudunk egy jó kis gémet letolni. Legalább. Ha nem is egy vint így rögtön így egyből, de valami normálisabb meccset, ahol legalább egyet-kettőt tőlek is.
Most kivételesen nem az a lényeg, hogy nyerjek. Jó, mondjuk hazudnék, mert mindig az a lényeg, hogy nyerjek, de hogy igazából most a billentyűzet az, ami igazából érdekel, hogy lehet-e vele normálisan játszani, de egyelőre ez elgondolom, hogy nekem tetszik ez a billentyűzet. Most így egyelőre nem érzek túlságosan nagy különbséget, és most ezt halálosan komolyan mondom. Az én mechanikus billentyűzetem is e között, pedig árban van különbség a kettő között. Biztos, hogy egyébként specifikációkban is van valami, de én egyelőre, mint egy gamer vagy egy felhasználó, nem igazán érzem. Az a helyzet. Hopp, na, gyerekek, megjött a két pámpa, amit ígértem. Ígértem, amit szerettünk volna. Jó, van burstünk is, tökéletes. Persze, hogy el kell mennünk a világ végére. Szokás szerint, amikor én Lucky Landingbe megyek, akkor általában a világ végére is el kell mennem azért, hogy utána be fogjunk kerülni a körbe. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem, viszont el kell indulnom, mert 24 szek. Ami azt jelenti, hogy mondjuk van medkitem, hál' Istennek, a játék az kedves volt velem. És ha be is fogunk érni. Vagyis hát ha nem is fogunk beérni, de legalább valamennyit majd vissza fogunk tudni tölteni a HP-nkból, sőt teljesen. Abban az esetben, hogy egyáltalán túléljük azt, mert nyilván más is futni fog, főleg fatalba, ilyenkor fatalba sokkal jönnek. Érdemes lesz majd oda vetni egy pici kis kacsintóst. Hát ha találkozunk valakivel, akit esetleg le lehet pattintani. Aha, na ott már megy valami. Jó. Ó, itt egy láda. Nagyon jó. Hoppá, 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 és kék kacsavadász, gyerekek. Az úgy azért nagyon jó. Jó lesz, már csak sietni kell, mert elindult a kör, és én még sehol nem vagyok konkrétan, még félúton se. Remélem nem fogok itt találkozni valami önjelölt öngyilkossal. Futunk, az életünkért, de be fogok kérni, úgy nézem, hogy be fogunk kérni. Nem jön olyan gyorsan a kör, hogy hogy gond legyen a beéréssel. Kérdés, hogy Szaltiba lesznek-e? Valószínűleg igen, egyébként. És már csak 26-an vannak. Az ott nem egy... Nem. Mi az ott? Famasz? Nem. Pisztoly. Muszáj fát szereznem, kevés a fám. 397 fám van, az egy fight. Úgyhogy az egyelőre nem túl jó. De megpróbálunk valamit még csinálni. Nem tudom, hogy bemenjek-e Szaltiba, vagy nem menjek-e be Szaltiba. Hopp, viszont ott van nekünk egy campfire-ünk, ami jól fog nekünk jönni. Ugye visszatölti a HP-nkat. És ha jól látom, ott jobbra van valami buli. Hát nagyon szépen fölöltöztette ezt a kis házat. Hát én azt mondom, menjünk oda. Dustyval biztos, hogy lesznek, tehát ez fix. Dustyval nem akarok lemenni lövöldözgetni, mert abból csak a probléma van mindig. Na, és még benne is van, gyanús nekem az az épület ott. Úgyhogy megpróbálunk valamit ott kreálni, hát ha sikerül. Nem.
Nincs itt senki. Really? Hát, itt van még egy kékpám. Ezt jól látom, hogy az. Jó van, akkor jól láttam én. Hát, ez necces lesz. Jó, legyen így. 7 minishieldet hagyott itt. LOL. Ezt most nem igazán értem. Ja, itt biztos volt egy srác, aztán valaki megölte és nem jött el a cuccaiért. Annyira nem volt jól útja, ezt a medkitet itt hagyom. Viszont befalazom, hogy ne legyen annyira feltűnő. Inkább a minishield most. Hát figyelj, 19-en vagyunk, 0 kill, végén még megdöntjük a izét, a 0 kill wint. Az lenne csak az igazán jó. Nem ölünk, és mégis nyerünk. Mekkora király lenne. Nyilván ez nem fog megtörténni. Jó, megpróbálok valahogy ide menni. Volinbuszból talán kevesebben mennek, és... Hát azért ilyen is ritkán van, hogy 17-en vagyunk, srácok, és nem találkoztam még emberrel. Pedig nem mondhatni, hogy kempelek, igazából végigmentem a fél mappon. Sőt, inkább a háromnegyed mappon. Ilyenkor szokott az lenni, hogy találkozol valakivel, és így... Szia! Mint a hal, ja, lehet, hogy csak az én építkezésem volt. Gyerekek, én nem akarom elkiabálni, de nem rossz. De frankolj hozzá a pillentyűzet. Megmondom őszintén, először azért kicsit szkeptikusabb voltam, hiszen azért ismerjük a mai mechanikus billentyűzet árakat, de mondom, tehát így egyelőre abszolút hozza azt, amit kell egy billentyűzetnek, egy mechanikus billentyűzetnek hoznia. Nagyon gyorsan reagál, több gombot is le tudok nyomni egyszerre, működik is. Úgyhogy egyelőre hozza azt, amire jogosult. Na? Semmi? Úgy látom, valaki még úgy gondolta, hogy neki is erre fele kell jönnie. Aha. Hát ez nagyon-nagyon érdekes. 14-en vannak, és nem találkoztunk még emberrel. Hát jó. Na, ott már azért vannak, már azért elég kicsi a kör ahhoz. Hopp, valaki ott még fát is vág ráadásul. Valószínűleg többen is vannak itt. Ott a feje. Vajon az engem vett észre? Nem nagyon szeretem ezt az erdős részt, nem igazán lehet rajta kiigazodni. Aha. Jó lesz, jó lesz. Hát, elsúnyulunk. Nem nagyon akarok én beleszólni az ők kettőjük harcába, de csak lelőném már valamelyiket. Jézusom. Azért van három külön torony. Három külön torony van, ezek nagyon beálltak ide, álló háború van, gyerekek. Megpróbálok mögé menni, csak fosok a másiktól. Ez a tészre fog venni, és nem tudom hátba lőni ezt. Én ezt akarom először hátba lőni, aztán megyünk szépen sorba. Hát az úgy látom, hogy meghalt.
Aha. Eddig jók vagyunk. Kérdés, hogy hol a cimbók? Ott van a cimbók. Hát az meghat. Na van-e még itt valami? Mi ez a hang? Heten vagyunk még, a kérdésem igazából az. Ott van neke. Hopp, ott a srác lent. Ott van lent a fiú. Aha, ott épít. Na jó van. Remélhetőleg nem fog észrevenni minket. Hanem mi vesszük észre őt. Ó, bouncer pad. Na itt minden, mint a bucsúban. Azt a betyárját! Hú, gyerekek! Na hol vagy? Azt kaptuk. Azt kaptuk eléggé. Ott a fiú. Ez ám a szám. Sőt, ki több. Hú, basszus, ez gond. Jó, egyelőre jó. Hát igen, várható volt, 5. hely. Hát nem tudtam vele mit csinálni, nem is láttam igazából. Meg kellett volna önni, hogy van egy kis helyem és van egy kis eszem, hogy elindulok majd arra befele. Hát neki se volt sok helye már, vagy sok élete, basszus. Kár érte, meg lehetett volna. Na mindegy, hát srácok, összességében, még azt is megölte, basszus. Hát akkor remélem már te nyersz. 3 vannak. Meg lehetett volna szerintem. Na mindegy. Szóval srácok, ha elfogadtok tőlem egy ilyen összességében egy ilyen záró véleményt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a billentyűzet, ez abszolút jó, megéri az árát szerintem, és elég kényelmes is, főleg ennyi pénzért. Úgyhogy akit érdekel, srácok, ez a billentyűzet, mindenféleképpen nézze meg a videónak a leírását, ott van beletéve, van róla egy kis információ, és ezt is le fogom tenni a leírásba, és hát írjátok meg, hogyha esetleg van ilyen billentyűzetetek, hogy mi a véleményetek róla, hogy esetleg mással is meg tudjátok ezt osztani, illetve aki mondjuk vett egy ilyen billentyűzetet, az is írja le, hogy vett egyet, jó-e, nem jó-e, mi a vélemény, stb., mert tudtok segíteni másokon. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy élveztétek ezt a hát rövid, velős, egykilles játékot. Remélem, hogy még találkozunk, jók létek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!